A most következő rövid videóban a kiosztással fogunk megismerkedni. A kiosztást a kezdőlapfül módosítás panelján találjuk meg. A jobb alsó sarokban látható az ikonja, a kiosztás. Hogyha egy picit hagyjuk elidőzni a mutatót, akkor megjelenik az a gazdag tooltip, amelynek a segítségével nagyon sok minden információt kaphatunk a kiosztásról. A kiosztásnak többféle fajtája van. Az alapértelmezett, a négyszögletes kiosztás, nagyon gyakran használjuk még a poláris kiosztást, valamint újabban az útvonal menti kiosztás. Mindegyik kiosztásról, ahogyan látjuk, részletes leírást, rövid segítséget kapunk az AutoCAD-ről. Itt a videó szépen szemlélteti, hogy alapvetően arról van szó, hogy egy alapobjektumot, blokkot, rajzelemek csoportját egy négyzetháló szerint tudom kiosztani, megsokszorozni a modelltérben. Nézzük meg most, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban. Rajzoljunk egy téglalapot, adjuk meg a méreteit, a hosszúsága legyen 1000 egység, a magassága 500 rajzi egység, majd ezután meg kell ugye adnunk, hogy hogyan is szeretnénk elhelyezni, ebbe a példába teljesen lényegtelen, fogadjuk el ezt az állást. Hogy szemléletes legyen, átszínezem, fehérről átteszem most zöldre. Jó. Most megrajzoljuk azt a rajzcsoportot, amelyet ki szeretnénk osztani emellett a téglalap mentén, a méreteit felhasználva. Rajzoljunk egy négyzetet, ami mondjuk a méreteit megadva legyen 250x250, fogadjuk el, majd ebbe rajzoljunk mondjuk egy 100 egység sugarú kört, megnézzük, hogy ez hogy fog mutatni. Igen, ez elfogadható, és ezt pedig át fogom színezni sárga színre. Ezt az objektumot ide elhelyezem a bal alsó sarokba. Egy picit nagyja sikerült, célszerű lesz, ha lekicsinyítem. A léptékezéssel 0,5-ös szorzót alkalmazva már is kapok egy olyan rajzobjektumot, amelyet már látványosan lehet kiosztani, és talán segíti a megértést. Tehát az első része a feladatnak az, hogy kijelöljük a kiosztandó objektumokat. Tehát most kijelöltem a kört és a négyzetet. Majd rámegyek a kiosztásra, mégpedig a négyzetes kiosztásra megnyomom. Ebben a pillanatban a kiosztás meg is történt, látható, hogy alapértelmezés szerint 3 sort és 4 oszlopot rajzolt meg az AutoCAD. A fogók segítségével lehet testre szabni magát a kiosztást. Most nézzük meg, hogy a fogók hogyan is működnek a kiosztásnál. Jelöljük ki magát a kiosztást. A jobb alsó fogó segítségével lehet az oszlopok számát beállítani. Lehet látni, hogy 4-ről 5-re, 6-ra, 7-re tudjuk növelni az oszlopok számát így grafikusan. Most menjünk a felső nyílra, fogóra, klikkeljünk bele, és itt pedig a soroknak a számát lehet növelni. A jobb felső sarokban lévő fogóval tudjuk illeszteni magát a kiosztást az alaprajzelemünkhöz. A bal alsó sarokban lévő fogó tulajdonképpen a bázispont, amelyen keresztül tudjuk mozgatni az egész kiosztott rajzobjektumot. A bázis fogótól jobbra lévő fogóval az oszlopok közötti térközt tudjuk növelni. Lehet látni, hogy most növelem szépen, vagy éppenséggel szűkítem. Így, visszavonom az eredeti állapotba. Ugyanez igaz, a bázispont fölött lévő fogóra klikkelve, itt pedig a sorok közötti távolságot tudom szépen grafikusan állítani. Talán így még szemléletesebb, hogy az egyes fogó mire alkalmas.
most visszavonom, hogy az eredeti állapotot lássuk. Ha ráklikkelünk magára a kiosztott objektumra, akkor egy helyérzékeny szallagelem töltődik be, ugye itt van zöld színne, hogy kiosztás. Itt lehet állítani numerikusan az oszlopok számát, 6-ra át lehet írni mondjuk 4-re, 2-re, vagy 8-ra. Ugyanez igaz a sorok számára, 4, 6, 3, azt hiszem, hogy egészen egyértelmű a működése. A szintek, azok most a 2D-s rajzolásnál nem fontosak, mert ez a harmadik dimenzióban érdekes. A oszlopoknál meg a soroknál pedig megadhatjuk a köztávolságot, tehát az oszlopoknál az oszloptávolságot, ami az oszlopok közötti távolságot adja meg. Itt most 187,5 rajzi egység, ha azt átírom 200-ra, akkor nő, ha leírom 100-ra, akkor csökken, tehát azt gondolom, hogy ez sem szorul részletesen magyarázata. Ugyanez igaz a sor köze, 300 vagy 150, 200, és ugye van az összes távolság, mind az oszlop, mind a sor esetén, ez az első és az utolsó oszlop közötti, vagy sor közötti távolságot adja meg, tehát ha én most az ezret átírom 850-re, akkor ugye az oszlopok közötti távolság kiadódik, hiszen 5 oszlopunk van. Ami érdekes, hogy mi van, hogyha én azt szeretném, hogy ugye a fönti, a jobb felső sarokban lévő fogó illeszkedjen az alaprajzelemünk a zöld téglalap jobb felső sarokpontjára. Azaz, számolja ki automatikusan az oszlop közt és a sor közt az autóket. Hiszen, hogyha ezt nekem kell kikalkulálnom, akkor nem vagyok sokkal előbbre, mintha magam szerkeszteném ki az egészet. Sajnos, itt erre nyomógombot nem találunk. Nem egyértelmű, nem triviális ennek a megoldása, pedig valóban így hatékony ennek a parancsnak a futása. Menjünk rá a jobb alsó sarokban lévő nyírfogóra, és figyeljük meg, hogy megjelenik egy helyérzékeny menü, és látható, hogy az oszlopok száma mellett van olyan, hogy teljes oszlop távolság. Na, pontosan ez kell nekünk. Ha kiválasszuk, akkor szépen rá tudom húzni X irányba. Már majdnem jó. Ismételjük ezt meg a fönti fogónál, teljes sortávolság, vigyük a felső sarokpontra, hoppá, ez nem sikerült, megismétlem, teljes sortávolság, és készen is vagyunk. Még annyit mutatnék meg, hogyha mondjuk nem 5 oszloppal szeretném ezt megtenni, hanem mondjuk 3-mal, akkor ezt itt átírom, és utána a jobb alsó sarokban lévő fogó segítségével újra kiszámítom a szükséges értéket. Így már valóban hasznos rajz utasítássá vált a négyszögletes kiosztás.